November elején beszélgettünk, azt hiszem legutóbb önnel, és már akkor is beszéltünk arról, hogy az önkormányzatok ugye nagyon nehéz helyzetbe kerültek anyagilag a kormányzati elvonások miatt. Ön polgármester úrral nemrég levelet írt Gulyás Gergely kancellária miniszternek, amelyben kérték, ugye ezt tudjuk, kérték, hogy segítse az Ajkai önkormányzatot, anyagilag támogassa a beruházásokat, illetve a projekteket. A kérdés arra vonatkozik, hogy vajon mire számíthatunk? Vagy csak jósolni lehet, azt nem lehet, nem érdemes, vagy vannak olyan elképzelései, vagy ön tud olyan információkat, ami szerint ez a levél meghallgatásra talál? Egészen biztos, hogy meghallgatásra talál, hiszen a kormányzat már tudósította arról, hogy minden önkormányzat esetében történik valamilyen kompenzáció. A 25 ezer fő alatti települések esetében ez automatikus, hiszen nagyon sok olyan önkormányzat van, akiknél ez nagyon komoly bevétel kiesés jelentett a vírus helyzet. Tekintettel arra, hogy mindenkinek ki kell venni a részét nyilván a vírus helyzetben. Ezt nem mi választottuk, és nem örülünk ennek, hogy van, és nyilvánvalóan jelentős anyagi forrásokat igényel a kormányzat részéről is. A kormányzat önmagában is követett el spórolási feladatokat, az önkormányzatokra is ugyanez áll, és természetesen látjuk, hogy a családok esetében hasonló a helyzet, vállalkozásokról nem is beszélve. Tehát én azt gondolom, hogy ez egészen biztos, hogy be fog következni. A 25 ezer fő feletti települések esetében pedig arról volt szó, hogy egy egyedi elbírálás alapján történik meg. Ezek a települések nem egyformák. Vannak települések, amelyek nagyon jó kondíciókkal rendelkeznek, a bevétel kiesésük nem annyira jelentős. És vannak olyanok, akiknél nagyon komoly bevétel kiesés jelentett. Jó, egy kanad milliárdos. Alta esetében több 100 millió forintról beszélünk, így igaz. De hozzá kell tenni azt is, hogy az iparűzési adó csökkentése, vagy amikor a kormány azt mondta, hogy ebből 0,9-et nem kell befizetni, az marad a vállalkozásoknál. Tehát ez is továbbra is ott maradt az embereknél, hiszen a vállalkozások ezáltal tudtak bért emelni, meg tudták őrizni a munkahelyüket, és ez ilyen értelemben lecsapódhatott az ajkai embereknél is, akik nem kerültek utcára és nem jelentek meg az önkormányzatnál segélyért. Tehát én azt gondolom, hogy ez összetett feladat, és az önkormányzat pedig megkapja reményeink szerint a kompenzációt. Hogy ez mekkora, ez nyilván a tárgyalások függvénye lesz, hiszen a kormányzatnak most az volt a szándéka, hogy egyelőre begyűjtse az igényeket, és lássa, hogy mekkora tételről van szó, hiszen egyáltalán meg satszolni sem lehet, hogy körülbelül mekkora költséget. Ezért ment a levél. Ezért ment el a levél, így igaz. És miniszter úrral tegnap frakcióülésen találkoztunk, és olyan, mint tette is, az elmúlt héten nagyon sok levél érkezett, most ezeket feldolgozzák, és utána természetszerűen el fognak kezdeni a tárgyalások. Tehát visszajelzés még nem érkezett, semmilyen visszajelzés nem érkezett még erre a levélre a miniszter úr részéről? Nem, személyes visszajelzés nem érkezett, csak ezt tudjuk, hogy beérkeztek a levelek, és amikor ezeket feldolgozzák, akkor elkezdődik majd a tárgyalás.